Hát, ha nagy nehezen is, de megint meglett a kupa tavasz. Nem tudtam egy jobb felütéssel kezdeni ezt a videót, mint hogy azért károgok így, károgok úgy, azért picit hagy már ennek, hogy a, Fradi a Fradia kupa tavaszt megérte. Szerintem ezzel nem ártok a futballtársadalomnak, a különböző csapatok szurkolóinak, de ha még ártanék is, egyszerűen már nem tudok mit csinálni. Vannak más YouTube csatornák, például a Jászberényi Doki, aki sokkal könnyedében kezeli azokat a károgó hangokat, és törölgeti őket, tehát én is egyet-kettőt kénytelen vagyok törölni, mert egyszerűen minősíthetetlen. Próbálj már meg egy kicsit örülni, vagy hagyni a másikat. Én sem mentem kommentelni más klubnak a sikerei alá keserű szívvel, sőt inkább azt gondolom, hogyha amikor a videódonnak nemzetközi sikerei voltak, vagy esetleg a Loki-nak, még, vagy még régebben a Zalaegerszegnek, én nagyon tudtam örülni annak, hogyha másnak is <kül> vannak sikerei. Talán még a videóton 1980-as évek közepebeli nagy sikerét jobban át tudtam élni, hiszen akkor tényleg az volt, hogy egy-egy klubcsapatunk jutott nemzetközi kupákba, és ott is azért hamar elvéreztünk a ködös, a, ködös mérkőzésre, amit újból kellett játszani, természetesen oda sikerült lejutnom, ami a, az újrázást már ugye nem tudtam megnézni, de egy kicsit át tudtam élni azt, amit akkor a, a fehérváriak megajándékozták a magyar szurkolókat azzal a kiváló sikerrel. Állunk a Ferencvárosnál is voltak sikerek, a Bajnokok Ligája, már többször egy csoportkörbe kerültünk, de azt gondolom, hogy ez most, a, a, ahogy indult ez a nemzetközi kupa a Bajnokok Ligájában való kieséstől, azért ahhoz képest még szerintem egy, egy egész, nem is az, hogy tűrhető, hanem egy bravúr kategória három edzőt is sikerült elfogyasztani ez alatt a, vagy a harmadik edzőt fogyasztjuk éppen, nem hármat sikerült elfogyasztani. Azt gondolom ebből, akit nagyon sajnálok, a Máté Csaba, aki, akinek tudomása volt arról, hogy ő csak egy ilyen e, temporári, ideiglenes vezetőedzői státusz fog betölteni, de azzal, hogy jó eredményeket ért el, azért biztos, hogy felmerült benne is az, hogy megváltoztatja a vezetőség a véleményét, és hosszabbítanak vele. Lehet, hogy másképpen akult volna minden, ezt már soha nem tudjuk meg. Minden esetre minden alkalommal elmondom, hogy le a kalappal előtte, és köszönjük azt, amit, vagy legalábbis én köszönöm azt, amit a Ferencvárosért tett edzőként, remélem továbbra is azt fogja tenni, szurkolóként a családja is a klubban dolgozik, úgyhogy nem marad Máté Csaba, és Családja nélkül a Ferencváros. Visszatérve a mérkőzésre, igazán biztos láthatok már összefoglalókat, akik szakmai vagy álszakmai összefoglalókat készítettek ezzel kapcsolatban. Én nem akarok ezzel foglalkozni. Egyszerűen ö, azt el szeretném mondani, hogy nekem ez a játék nem tetszik. Sajnos kénytelenek vagyunk, kénytelenek voltunk egy igazi célfutbalt játszani. És mert ugye nem tudunk dominálni ilyen csapatok ellen, akik egy polccal följebb vannak legalább, mint a Fiorentina, nem tudunk olyan játékot játszani, ami, amire én azt mondanám, hogy na ez egy szemedgyönyörködtető, támadó futball, labdabirtokló, labdabirtokló alakzatépítő, bontó és mindegy, lehetne itt mindent mondani hanem ez egy célfutball volt, a cél szentesítette az eszközt. Nagyon remélem, hogy egyre több csapat lesz majd, akivel szemben a Ferencváros az igazi játékat játszhatja, de egyelőre nekünk Ferencvárosiaknak, Magyar Labdarúgás klub, klubcsapatainknak ilyen játékot kell játszani ahhoz, hogy nemzetközi mércével mérve is mérhető eredményt érjünk el. Azok, akik, azok akiknek tetszenek a, a védekező futball gyönyörűségei, azok ö, minden bizonyal örömüket lelték a tegnapi mérkőzésben. Engem csak a néhány egyéni teljesítmény nyűgözött le, például minden alkalommal a, a a szíve. Egyszerűen nem is a játék tudása, hanem ahogy hozzááll a játékhoz. Hallottam már -e más szurkolóktól olyat, hogy egy buta, egy futógép és a többi. Én egyszerűen azt látom, hogy nem is nem tudom igazán mi motiválja, de az a futó mennyiség, az az akarat, ami, amit letesz a pályára, az vetekedik a, a Eszennek a hozzáállásával. Sajnos ez a gólokban nem nagyon mutatkozik meg, pedig a munkabírásuk alapján azért megérdemelnének egy nem egy, hanem jóval több gólokat, de hát egyelőre, amíg az igazi gólfelelős a Varga Barnabás nem százszázalékos, addig nekik kell ezt megoldani. Ezt helyek közel meg is tudták oldani, de azt gondolom, hogy van itt a csapaton belül egy pár játékos, akikről még a, a Hajnal Tamás is, illetve a Kubatov Gábor elnek is megemlékezett, hogy nem biztos benne, hogy tovább fogják erősíteni a Ferencvárost, illetve a hozzá, nem is a hozzáállásuk, hanem a teljesítményük, amit leraktak, az nem volt megfelelő. Tehát említették az Óvuszút, említették a Tokmakot, aki most már nem az első, nem a második szezonját tölti nálunk, de annak idején, amikor lehetőség lett volna eladni, szerintem akkor kellett volna egy jó formában lévő játékost eladni, mert hogy akkor is csináltam erről egy videót, egy, egy felesleges balansz lesz a nyakunkon, mert a fizetése itt marad, és a teljesítménye pedig nem fogja majd ezt balanszba állítani. Golyáktól úgy gondolom mindenki, aki látta ezeket a mérkőzéseket, kiegészítő játékosként sem tudnék igazán számítani, mert nem hozza azt, amiért, amiért ide lett hozva. És a középpályán nem nyújtóan stabil teljesítményt, az Újpestnek rugott két gólyán kívül nem emlékszem olyan nagyon-nagyon olyan, olyan jó mérkőzésére. Akiben pedig mondom pozitívan csalódtam, ez a, 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 nem ez, tehát a Márkényosz, akinek a munkabírása és a hozzáállása valami egyszer példaértékű. Abufáni kezdi visszanyerni azt a, azt a kicsit nyugodt formát, amikor lehet rá számítani, és nagyon remélem, hogy ahogy majd a Varga Barnabás ismét játékba lendül, az ő közös produkciójuk, ami rengeteg gólt eredményezett, illetve gólpaszt is, illetve ezeket a szép a hosszú indításait, azokat a beindulásokat, ami, ami jellemezte a, az ő kettőjüknek a játékát, ezt, ezt vissza fogjuk kapni, és mert hogyha ez a, ez a duó együtt lett volna a pályán és jó formában, akkor minden bizonyal mi fordulunk még téli bajnokként is, de nem kell keseregni, másodikok vagyunk, nemzetközi kupában érdekeltek tavasszal, úgyhogy én szerintem a minimum köte követelményt elérte a csapat. Stankovicsra igazán számomra nem derült ki továbbra sem, hogy milyen edző. Az, amit ezen a mérkőzésen sikerült a csapatnak behúznia, abban biztos, hogy volt neki is szerepe. Tehát taktikailag azt gondolom, hogy föl lett készítve a csapat, be is tartották helyek közel az utasításokat, és körülbelül az jött le a pályán, amit, amit én szerintem a, a, a Stankovics kitalált, Úgyhogy ezt természetesen a Fiorentina is, ők is hozták azt, amitől, amitől ők olyan olyan jó játékot tudnak produkálni. Rendkívül jó leckét kaptunk az hogy milyen egy jó letámadás is, amit a, akár 90 percen keresztül is lehet akár hullámszerűen is alkalmazni. Tehát ezt ők nagyon-nagyon ők jól csinálják. Szerencsémre, szerencsénkre, azért most olyan hibákban nem futottunk bele, mint akár a Paks ellen is, amikor egy rövid hazadás elég volt a könyves Norbinak, hogy megelőzze a hátvédet, kiválóan használtak a helyzetet, ezt biztos, hogy megtették volna az olaszok is. Én azt láttam, hogy az egész csapat nagyon koncentráltan játszott. Annak külön örültem, hogy a, a Pesic nem játszott, mert egyszerűen valahogy ő nem illik ebbe a csapatba. Ehhez a, ehhez a játékhoz nem illik az ő, ő karaktere valahogy túl lassú, mindig túl rövid, túl hosszú, túl alacsony, túl magas. Azon kívül, hogy a Csukáricskinek rúg, rúgta a végén azt a, mondhatom azt, hogy drámai gólt, tőle sem láttam olyan, olyan lenyűgöző teljesítményt, amivel azt mondanám, hogy neki feltétlenül ott, ott van a helye a csapatban. A kis lisztes, kicsit alázatosabban játszik, és most csúnyabb kislisztes. Tehát ifjabb lisztes Krisztián is ö, egy kicsit talán összeszedte magát, és jobban alárendeli magát a csapatnak, ezért a teljesítménye is egy, egy kicsit visszaesett. Lehet, hogy minél jobban közeledik az az időpont, amikor majd ö, csapatot kell váltania, lehet, hogy kicsit frusztrálja, fene tudja. Ráadásul úgy, hogy hogy még, még akár ellenfelek is lehetünk volna itt a Nemzetközi Kupában, így megnéztem, hogy kik az ellenfelek, a lehetséges ellenfelek. Azért van egy pár csapat, akivel nagyon nem szeretnék találkozni, de hát ugye azt szokták mondani, hogy itt már könnyű ellenfél nincsen, és ide az oroszlánt is. Tehát egy Ajax, egy Betis, egy Sturm nem vagyok benne biztos, hogy őket nekik most nagyon örülnék, mint ahogy a mostanában nagyon komoly fejlődési pályán álló Molde, aki emlékszem még egy pár évvel ezelőtt akkor robbant be így a nemzetközi köztudatba, és egyszer csak megkapaszkodott itt a nemzetközi kupákban. Roj, roj, a Haifa Royal Union hát fene tudja, tehát nincs, nincs igazán könnyű ellenfél. Talán a két nevesebb az Ajax és a Betis, akit elkerülnék, ha bár emlékeztek az ajax nekünk van még egy kis dolgunk, azért annak idén jóval Fölötte voltak a Ferencvárosnak, most nincs, ak most nincs akkora különbség a két csapat között, de ez talán annak tudható, hogy az Ajax nem a legjobb napjait éli. Hát a Betis, nekünk a spanyol csapatokkal, magyar, magyar klubcsapatok, illetve a, a, a válogatottnak az ilyen latinos kultúrákkal szemben mindig jó meccseket tudunk vívni. Ezeken a mérkőzéseken akár még meglepetést is lehet szerezni, mint annak idején mi a Real madrid tudtunk döntetlen játszani. Fene tudja. Ez a latinos foci, ez, ez, ez feküdhet nekünk. Ez a, ez a, skandináv erőfutball, amikor csak mint a verkli tolják előre, tolják előre, ez, ez, valahogy ezek az ellenfelek valahogy nekünk nem mennek. És azt hogy mondja, minél nevesebb egy ellenfél, annál, annál jobban kell majd a védekező futballt erőltetni. Ez egy olyan szabály, amit persze mindenki tudott már előre is, és ezek, ez, ez ráadásul megy is, még sokkal egyszerűbb egy védekező futballt előadni, mint azt, amikor nekünk kell dominálni. Ezt megmutatta már a magyar bajnokság is, hogy sokkal gyengébb csapatok ellen sem tudunk sokszor mit kezdeni, amikor beállnak a 30-as vonalra, és ezt képtelenek vagyunk áttörni. Úgyhogy én attól függetlenül ez a mérkőzés, mert, mert mint látvány nem tetszett, viszont nagyon-nagyon boldog voltam, és a, a munkahely, munkahelyemen néztem, ez azért biztos, hogy hallotta mindenki a amikor gólt szerzett a Ferencváros, egy, egyébként egy szép támadás végén. Volt egy-két olyan kombináció, ami viszont szemet volt, hogy egy ilyen neves ellenféllel szemben is ugye meg tudtuk mutatni azokat a szélen vezetett támadásokat, a Márkinyusz gyorsaságának, kitartásának, a, az abufáni technikájának köszönhetően, és a, a Zakariessen e, szintén kitartó munkának köszönhetően csak összejött az a gól, Örültem volna, hogyha még sikerül legalább egyet berámolni, de most azért legyünk reálisak, ez az X, ez egy már így is egy, egy eredmény, az egyik legjobb olasz csapattal szemben. Azért örülök neki, hogy nem találtunk legyőzőre itt a, a selejtező csoportban, és úgy léphetünk a kupa tavaszra, hogy hogy azért vannak reményeink, és minden perc, amit innentől kezdve, illetve már eddig a csoportkörben eltöltött a bármelyik magyar csapat, az ajándék, és azt nagyon-nagyon meg kell becsülni, hogy ezek, ezek a játékpercek minél tovább kell, hogy tartsanak, hogy elő vagy utóbb odaérjünk a nemzetközi mezőny közepére, tetejére, ami fölött viszont már a realitás azt mutatja, hogy van egy olyan minőségi, technikai, anyagi, távolság a csapatok között, tehát gondolok itt a, a Premier League csapatai, a, a Bundesliga osztályú csapatai, az olasz bajnokság csapatai között, illetve ameddig igazán elérhet a Ferencváros takarója, hogy nekünk itt a középmezőnynek a, a teteje az, ami szerintem elérhető cél, és innen kell majd a következő kupa csoportköröket megélni minél magasabb szintű versenyszám, versenykírásokban az Európa Ligában, aztán majd az álmaink szerint egyszer majd a bajnokok ligájában is egyszer-egyszer a csoportkörből tovább jutva lehetne újra történelmet írni. Tehát nagyon boldog vagyok, nagyon várom a sorsolást, nagyon örülök annak, hogy uh, tulajdonképpen komolyabb balhé nélkül lement a mérkőzés, a véleményemet elmondtam azokról az emberekről, akik a magyar csapat ellen szurkoltak, és nem érdekel itt azok véleménye, hogy a Ferencváros már csak nyomokban magyar, és a többi. Most ezzel az erővel mondhattuk volna Mátyás fekete seregét is, hogy nyomokban tartalmazott magyarokat. Mégis a magyarok érdekét Magyar Zsoltban, magyar címer alatt tették, amit tettek. Nem akarok most itt tehát most nem akarom őket történet meg összehasonlítani, csak a példaként hoztam föl, mint ahogy csináltam egy videót is, hogy mennyire magyarok a válogatottban szereplő játékosok, de ugyanígy soroltam az Aradé 13-ból, akik a magyar nemzetért az életüket áldozták, vajon mennyien voltak született magyarok, de eleget tettek a saját lelkük által diktált kötelességüknek, és kiálltak a hazájukért, kiállt, kiálltak a szabadságért. Na, nem akarok ilyen történelmi példákat, mert úgyis valami troll majd bele fog magyarázni mindenféle baromságot, tehát örülök, hogy sikeresen letudtuk ezt a mérkőzést, örülök annak, hogy nagyon sok embernek örömet okoztak a Ferencváros játékosai, illetve maga az egész klub a határokon túl is, úgyhogy innentől csak minden perc ajándék. Határon túliaknak pedig sok boldogságot kívánok, kellemes ünnepeket. Nagyon remélem, hogy tudunk találkozni majd két ünnep között. Hajrá Magyar Foci, hajrá Ferencváros, hajrá Semleges Térfél. Találkozunk az utolsó bajnoki fordulót beharangozó videóban. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Amiha ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!